Minden embernek kell, hogy legyen feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való. Vas Albert soraival köszöntötte dr. Diós Győri Gitta címzetes főjegyző, a polgármesteri hivatal idén nyugdíjba vonult dolgozóit. Köszöntőjében kiemelte, olyan kollégáktól búcsúztak ma, akik a hivatali éveik alatt mindig az ügyfelek segítését és tájékoztatását helyezték előtérbe. Békési Katalin, Bezzeg Istvánné, Borda János és Tehenes Irén köszöntésén a város vezetői és a városháza dolgozói is részt vettek. A polgármester beszédében azt hangsúlyozta, nem a búcsúzás, hanem a köszönetnyilvánítás az ünnepség fő gondolata. Köszönetet mondani azért a szolgálatért, amit önök itt a város lakói érdekében az elmúlt évtizedekben letettek az asztalra. Nem búcsúzni jöttünk, hanem kérni, hogy maradjon meg a kapcsolat a közösséggel mindenféleképpen, és nem akarok senkit ijeszgetni, de mint gyakorló nagypapa mondható, vigyék el, nem lesz kevesebb a feladat az unokákkal. A gyerekek azok örök életünkre, gyerekeink maradnak, és ehhez én nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok. Legfőképpen azt kívánom, hogy egészségben éljék az elkövetkező évtizedeket, és gondolom, hogy a közösség nevében is mondhatom, hogy mindenkor visszavárjuk önöket. Békési Katalin 1979-ben óvónőként kezdett dolgozni, közszolgálati életpályáját 1987-ben kezdte el. A rendezvényirodán a házasságkötések alkalmával, majd pedig a hagyatéki hivatalban töltött évek alatt számtalan embert, családot ismert meg. Én azt gondolom, hogy mindenkihez személy szerint kell hozzáállni, és személy szerint kell őket irányítani. Egyik pár ezt kíván, a másik pár azt kíván, de az embernek sajnos, főleg az utóbbi időben a rengeteg felmerült kérdésekben partnernek kellett ugye lenni, már nem a megszokás szerint kellett csinálni a dolgokat. Én úgy kérem emelnék ki különösebben egyet sem, mert nekem mindegyik úgy, mindenkinek az az egy a kedves, mindenkinek az az egy az, ami a fontos. Békési Katalin azt is hozzátette, az emberek szeretete családi örökség. Otthonról hoztam, gyerekkorom óta emberek között voltam, és emberekkel foglalkoztam, mivel a családom is emberekkel foglalkozott. Nagymamám ugye 70 évig virágos volt, az apukám Szabó volt, úgyhogy nálunk az, hogy emberekkel foglalkozni, ez már belenőttem a gyerekkoromban igazából. Ezáltal nagyon sokan is ismertek, ismernek, meg állítanak az utcán, hogy hol vagyok, miért nem vagyok. Hát eljött ez az idő, amikor nyugdíjba vonultam. A visszaemlékezések mellett a főjegyző és a polgármester ajándékkal és virággal köszönte meg a nyugdíjba vonulók munkáját. Dr. Nagy Lajos pedig saját versével köszöntötte volt munkatársát. Mit is imádnék a nyugdíjas évekre, mint sok falat és betűt a stégedre. Az ünnepség zárásaként Kis Attila Andor és Táncos Tibor zenés összeállítását hallhatták a megjelentek. Elmegyek.